Nos, csináltam egy fotót, igen, szeretlek titeket, csináltam egy képet, remélem látjátok, a meg nem bocsátás tortája. Kívül fehér máz, belül sötét. Szeretnék rámutatni valamire, tudjátok, hogyan kell tortát csinálni. Láttam a feleségemet tortát készíteni, láttam az anyósomat tortát készíteni, sok embert láttam tortát sütni, és mit csinálnak? Összeszedik az összes hozzávalót. Vannak különféle torták, tudjátok, bizonyos hozzávalókból egy bizonyos fajta torta készül. Ma a meg nem bocsátás tortájáról fogunk beszélni, csak néhány percem van, mert mennem kell az elesettekhez. A meg nem bocsátás tortájáról fogok beszélni. Megöli az embereket. A meg nem bocsátás betegséget, halált és pusztulást okoz mind a hitetlenek, mind a hívők életében. Összeállítottam egy listát a torta hozzávalóiról, és szeretném megosztani veletek. Ahogy mondtam, más-más tortákhoz más-más hozzávalók kellenek. A meg nem bocsátás tortája lehet olyan, mint egy csokoládé torta, mondjuk epres vagy épp pudingos. Szóval itt van néhány hozzávaló a meg nem bocsátás tortájának elkészítéséhez. Persze lehet több hozzávaló is, másféle összetevők is. Szóval a meg nem bocsátás tortájának a hozzávalói. Maga a torta a belső sötétség, a szellemek, amelyek a meg nem bocsátást okozzák. Ide írtam ezeket. Kell kettő a haragból és keserűségből, egy csésze bosszú, szemet szemért, ellentámadás, fogad fogért, önbíráskodás, fél csésze megtorlás, harag és büszkeség, két teáskanál harag, két csésze sértődés, egy és háromnegyed csésze tészta, háromnegyed csésze rossz indulat, másfél teáskanál harag, másfél teáskanál féltékenység, egy teáskanál gyanakvás, egy teáskanál ellenségeskedés, ingerültség és bosszúság, egy csésze megbántottság, egy csésze elutasítás, mély seb és megbántottság, a keserűség gyökere, aztán jöhet a máz. Ez a torta maga a halál. A meg nem bocsátás tortája lehet, hogy jól néz ki kívülről, lehet csupa fehér cukormáz, de ez egy hamis máz, hamis fényesség. A torta maga a halál. A meg nem bocsátás torta máza. Két tömb, önakarat, érzékenység. Három csésze, lázadás, engedetlenség. Egy teáskanál én engem és nekem. Egy teáskanál mély fájdalom, lobbanékonyság, könnyű sértődés, alárendelődés ellenesség és önámítás. Egy evőkanál rágalmazás, tüske, gonosz beszéd, rosszat rosszért, és magunkkal szembeni meg nem bocsátás. Ez csak néhány összetevő, ami akkor van, ha valakivel szemben meg nem bocsátás, megbántottság van benned. Elkezd gennyesedni benned, ahogy mindezt magadhoz veszed, mert Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy megszabaduljunk ezektől a dolgoktól. De amikor mindezt befogadjuk, és a szívünkben ott van a meg nem bocsátás, mindezek a dolgok gennyesedni kezdenek, mindezek az összetevők egy tortát alkotnak, a meg nem bocsátás tortáját. Hadd osszak meg valamit. A János első levele második része, 1-től 6-os versekig. Drága gyermekeim, azért írom ezeket nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki mégis vétkezik, van szószólónk, aki az Atya előtt képviseli ügyünket, ő Jézus Krisztus. Ő maga az, aki valóban igaz, ő az engesztelő áldozata bűneinkért. És nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is, de mi biztosak lehetünk benne, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.
Ha valaki azt állítja, hogy ismerem Isten, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az az ember hazug, és nem az ő igazságában él. De akik engedelmeskednek Isten igéjének, azok mutatják meg igazán, hogy teljesen szeretik őt. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne élünk. Akik azt mondják, hogy Istenben élnek, azoknak úgy kell élniük az életüket, ahogyan Jézus tette. Látjátok, a meg nem bocsátás nem lehet bennünk, testvére Krisztusban. Ha sütünk egy meg nem bocsátás tortát, és megesszük, az betegséget fog okozni. El fogsz bukni miatta. Esetleg még kapni is fogsz egy verést az Úrtól. Tudod, a Biblia is beszél arról, hogy amikor imádkozni megyünk az Úrhoz, ha bárkivel panaszunk vagy problémáink vannak, akkor meg kell állnunk és el kell mennünk, meg kell beszélnünk vele. Aztán visszajönni az Úrhoz és imádkozni. Meg kell áldanunk azokat, akik üldöznek minket. Szeretnünk kell az embereket. Különösen a megpróbáltatások és nyomorúságok idején. A meg nem bocsátásnak nincs helye bennünk. Nem lehet ott. Ha meg ott van, menjünk az Atyához. Ne hajtsd párnára a fejed. Ott van mögöttem, csak van rajta egy rövid nadrág. Na, ott van. Ez az én párnám. Az Úr Jézus Krisztus nem akarja, hogy bármely este arra a párnára tegyem a fejemet, meg nem bocsátással a szívemben. Ez egy olyan torta, amit nem kellene megennem. Tehát, ha érzed bármelyik ilyen összetevőt az életedben, a járásodban, bánt meg a megbántottságot, keserűséget, sértettséget, bánt meg, Uram, bocsáss meg! Kérd Isten, tisztítson meg tőle, és tanítson, hogy ne sértődj, és ne bántódj meg, hogy tanítson áldani azokat, akik megbántottak. Testvérek, mint aki szabadítást végzek, és minden nap imádkozom az emberekért. El kell mondanom, hogy ez olyasmi, ami sok testvérrel megtörténik Krisztusban. Panaszkodás. A panaszkodás egy másik összetevő. Ne süssük meg a meg nem bocsátás tortáját, és ne együk meg. Meg is ölhet. Tönkre tehet. Sok ember nyer sok gyógyulás csupán a megbocsátás által. Értitek? Ez az én üzenetem mára. A meg nem bocsátás tortája. Ha azon kapod magad, hogy már sütöd a meg nem bocsátás tortáját, korrigáld magad. Kérd Isten, segítsen neked, mert nem akarod megenni azt a tortát. Minden este, ahogy lefekszel, bocsáss meg azoknak, akik megbántottak, és áldjad őket. Ne csak azt mondd, hogy megbocsátok nekik. Nem, nem, nem. Amikor megbocsátasz az embereknek, megáldod őket, áldást engedsz rájuk, arra kéred Istent, mentse meg őket. Kéred Istent, jelenjen meg az életükben erővel, szeretettel, békével, örömmel. Ha nem ismerik Jézust, imádkozz az üdvösségükért. Amen. És ha imára van szükségetek, csak szóljatok. Mindent megteszek, amit tudok, hogy segítsek nektek. De nekünk kell megértenünk, hogy a meg nem bocsátás egy gyilkos. Gyilkos. És amikor a meg nem bocsátás tortáját eszed, alapvetően csak a bajt keresed. Szóval ne tedd. Tartsd bűnbánatot. Kérd az Urat, hogy vegyen el minden meg nem bocsátást, keserűséget, még az önmagunkkal szembeni meg nem bocsátást is. Meg kell bocsátanunk magunknak is. Semmiféle meg nem bocsátást nem tarthatunk magunkban. Amen. Most rögtön meg is áldalak titeket. Mennyei Atyám, köszönöm a mai üzenetet. Uram, megérint, hogy még hozzám is szólsz, és bátorságot adsz, hogy ezeket az imákat elmondjam, és megáldjam az embereket. Atyám, imádkozom, hogy mindenki is meg nem bocsátás most rögtön jöjjön ki. Most Jézus nevében minden sérelem, összetört szív, most rögtön gyógyuljon meg Jézus nevében most minden keserűségnek, betegségnek, amit a harag vagy a meg nem bocsátás okozott, parancsom, hogy távozzon el most. Minden betegség menjen ki most. Atyám, Istenem, életet szólok oda most Jézus nevében. És Atyám, most szólok a szívükhöz is, minden szívbéli keménységhez. Ez egy másik összetevő. A szív keménysége megtöröm a gonosz küldetéseteket. Uram, vegyél el minden külszívet és törzs be helyét, hús szívvel, olyan szívvel, amivel tudsz dolgozni, Uram. Szent Szellem, Te vagy a tanító, taníts minket, engem, és azokat, akik figyelnek, és segíts, hogy taníthatóak legyünk.
Szent Szellem, te légy az egyetlen tanító a mi járásunkban. Atyám Istenem, szeresd őket most, vigasztald őket. A kiválóság, az öröm és a békesség szellemét, a Szent Szellem gyümölcseit engedem most rátok Jézus nevében. Gyógyulás szólok mind fizikai, mind érzelmi téren most. Jézus nevében megáldlak titeket. Jézus nevében. Ámen. Szeretlek titeket. Isten áldjon. Osszátok meg ezt az üzenetet. Nagyon fontos. Sziasztok!